Sziasztok, sziasztok! Nevem Gábor Lázs, itt láttuk a Acertől egy Predator Triton 700 notebookot. Ez egy nagyon vékony notebook, itt látjátok, szép, vékony, de még van egy csomó kis bemenet, de az a lényeg a készléknek, hogy van benne egy GTX 1080-as grafikus kártyáját, itt látjátok, GTX GeForce Aliaira, persze a legújabb Intel generációs processzor is, plusz egy HD-vájtott gyönyörű billentyűzet is, melyen persze be tudjuk átenni a fényeket úgy, hogy mi szeretnénk, és a hangszórók is még előbb belefértek, tehát még jó hangot is kapunk, hogyha akár filmet akarunk nézni. És itt fent látjuk, hogy forog egy kis ventilátor egy kis üveglap mögött. De ez is háttérvilágítva van. Azt itt látunk egy kicsit még ilyen Predator kis csíkokat benne, felületet. És a kis ventilátort itt láthatjuk, ki van építve, hogy kb. Ilyen nagy az egész. Így forog. Ennyire egy egyszerű kis mechanika van benne, és így persze tudja hűteni majd aktívan tényleg a 1080-as grafikus kártyát. Ami még van benne, itt látjuk felül, hogy itt van egy ilyen rész persze, nem, ahol majd a Windows Hello-val simán fel is tudjuk majd oldani a készléket, úgyhogy tudunk majd persze új lenyomat nélkül is például dolgozni. Kívül egy gyönyörű szép fémházunk van Predator logóval, ami ugyanúgy háttérvilágított. Hátul persze itt kapja majd a, vagy fújja ki a levegőt. Itt majd megy bele az áram a notebookba, 700-as Tritonba, a Predator sorozatból HDMI és DisplayPort kimenetünk is van, ami nem hiányozhat. És a másik oldalt még van a kis bekapcs gombunk, USB-C Thunderbolt 3-unk, USB 3-unk, meg persze egy hálózatcsatlakozónk is, és oldalt is persze további levegő kapási lehetőség. Ennyi lehet csak hátrahajtani a képernyőt, és persze az a jó ebben a készítben, hogy vékony, nem túl nehéz, simán egy kézzel tudjuk vinni, és már teljes full HD képernyőn, vagy persze külső képernyőn még jobb, magasabb felbontás, és akár 4K játékokat is lehet simán játszani, ami nem probléma a GTX 1080-nal és a desktop processzoros Intel i7-es processzorral, ami persze benne van. Tehát ennyi is volt a rövid bemutató, köszönöm, hogy néztetek, a nevem Gábor Lázs még egyszer, legközelebb még ne feliratkozni, és sziasztok itt a Tech Videóval!